most így tökre így abba vagyok, hogy hát így kultúrás intézményeket kell építeni, meg befoglalni, meg platformokat csinálni, mert hogy így csak akkor fog tudni valami változni, hogyha így azt érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik cselekszünk és változtatunk, és nem akkor, hogyha nem tudom, Spotify-on, Krubit így folyasztunk, mert hogy az így ugyanúgy egy olyan platformról fogadjuk be a rendszerkritikus rendszerkritikus zenét, ami így közben nem tudom, így eltörli azt, hogy akkor most csináljunk valamit. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelki szeretnék lenni. Megint úgy hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásból, hogy az egész társadalom egy erre ma a Amikor a kapitalizmus világmérő bugására én sem látok rövid távol kilátás. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektálni? Sziasztok! Én Dávid vagyok, ez pedig a Belépési Küszöbb. Sziasztok! Én pedig Nóri. A mai adásban van velünk egy vendég, Horváth Eszter, akit hamarosan be is mutatunk, de azelőtt beszéljünk kicsit arról, hogy miért választottuk ezt a témát Nóra. És ez a téma nem más, mint a... Hát a kultúrára fogunk beszélgetni, és a marxista kultúra kritikáról, baloldali esztétikáról, rendszerkritikus művészet felfogások, nem tudom még, hogy lehetne ezt jól körülírni, és egyrészt azért, mert nagyon izgalmas beszélgetések vannak így ezen a téren, a fiatal ilyen boldai közegben, szerintem az egyik legizgalmasabb téma most, amiről nagyon sok cikálnik meg, nagyon sok beszélgetés van, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez megint csak egy olyasmi, ami illik abba az ívébe -ba a podcastunknak, hogy foglalkozunk a kortárs fiatal baldai politiká körül levő úgyhogy ez is egy ilyen rész lesz, szerintem. Ja, szerintem is nagyon izgalmas ez a kérdés, és úgy érzem, hogyha a kultúráról próbálunk beszélgetni, akkor sokszor falakba ütközünk. Itt ugye rengetegszer felmerül a popkultúra és a magas kultúra közötti különbség, egyáltalán az, hogy mit nevezhetünk kultúrának. Van egy olyan megközelítés, hogy gyakorlatilag minden kultúra, ami nem a, csak az élet újratermeléséhez szükséges, materiális szükségletek kielégítése, mennyire értünk ezzel egyet, mit jelent ez egyáltalán, hogyha minden kultúra, akkor az megint azt jelenti, hogy semmi sem az. És hát itt van egy ilyen, nem tudom, sajátságos kontextus azért Magyarországon, a káderrendszer és rendszerváltás a, és az fogyasztói társadalom kultúrájának az ilyen betörése után, és lehet, hogy még egy-két aktuális kultúr harcos, kultúrkampfos kérdésről is szó mm. fogunk Na de mielőtt tovább mennénk, minden hallgatónkat megkérünk arra, hogy lehetőség szerint kövessenek be minket a belépési küszöbb Facebook oldalán, Instagramján, hogyha van valamilyen kérdésetek, megjegyzésetek, hú, kommentetek, akkor írjatok nekünk ezeken a platformokon, vagy a belépési küszöbbuk az gmail.com címen. Igen, köszönöm, Nora. Valamint nagyon köszönjük a Partizánnak, hogy ez a podcast az ő felületükön jelenhet meg, és ezért, hogy ez továbbra is így menjen, és a Partizán csodálatosabbnál csodálatosabb és fontosabbnál fontosabb tartalmakat hozzon létre, lehetőségetek szerint támogassátok őket Patreonon. Azonnal jövünk tovább. Megyünk tovább. <síns> <síns> szóval Eszter, először is arra kérnélek, hogy kicsit mutatkozz be, és aztán okay. vágunk no, Sziasztok, én Horváth Eszter vagyok. Hát igazából annyit kell tudni rólam, hogy tavaly diplomáztam az Eltem Magyar és Esztétika szakán. Ezt így azért tartom amúgy csak fontosnak kiemelni, mert hogy így tökre mindkettő tanszék az ilyen kulturális életnek a nagyon meghatározó ilyen intézményei, voltak vannak sokáig Budapesten, meg Magyarországon. Egyébként meg a társadalmelméleti kollégiumnak vagyok a tagja, onnan ismerem Dávidot, és Nórát pedig az ilyen szélesebb baladai közegről, slash Instagramról. Instagramról, Sliding into DMs. Kösz cukermel. Ja, szóval... Igen, és egyébként szép irodalommal foglalkozom, így a mindennapokban, meg most majd az ilyen szociológiai, kulturális um, tanulmányokra fogok így átevezni, úgyhogy így ezzel a kettővel uh, szeretnénk majd foglalkozni, és uh, én is reklámozom akkor egy kicsit magam, hamarosan majd elindítom a szerzői Instagramomat. Uh! <laughs> úgyhogy, uh, de meg nem találtam ki a nevét. <laughs> uh, uh, ne legyen beépésük szöbb. <laughs> <laughs> nem, nem, nem. Eddig amúgy az ilyen, vagy hogy az olyan szövegeket, amiket fontosnak tartok, azt egy olyan uh, Instagram néven um, szoktam sztoribba berakni, hogy uh, taking authorship, ami egy ilyen uh, arra való hivatkozás, hogy uh, egy, egy amúgy egy magyar filozófusra, a Tengely Lászlóra, aki nekem egy ilyen fontos arc. Na mindegy, ez ilyen tök zárójeles, uh, szóval, hogyha majd kíváncsiak vagytok ilyen irodalmi tartalmakra, akkor kövessetek a Taking Authorship-en. szuper! <laughs> Anélkül, hogy most így belemennénk ilyen definíciós harcokba, meg ilyen egymással versengő elméletekbe, tudsz egy ilyen rövid képet adni arról, hogy a baloldali rendszerkritika oldaláról nézve hogyan definiálhatjuk a kultúrát? Mi ez pontosan? Aha. Hát ugye alapvetően így a Pierre Bourdieu-nek van ez az ilyen kulturális mező a meghatározása, ami egyébként elég ilyen vicces, hogy sok, ö, nem tudom, tanár, így, vagy hát tanár, hát ilyen egyetemi meghatározó személyiség ezt így nem, nem is ismeri el egyáltalán, mm. hogy létezik olyan, hogy kulturális mező, meg hogy egyáltalán miért fontos mezőkről beszélni, és hogy így a Budje ugye azt mondja, hogy azért fontos mezőkről beszélni, mert hogy így kölcsönhatásban vannak egymással különböző ilyen platformok, amiket ő így mezőknek nevez, hogy, hogy hát a kultúra az nem csak úgy magától úgy termelődik, meg nem csak így a, nem tudom, így az írók írják a műveiket, meg a festők festik a festményeiket, hanem, hanem szoros kapcsolatban az anyagi helyzetükkel, hogy ki milyen kultúrát támogat, stb. stb. Meg az intézmények, nem? Szóval még az ja, ilyen, ja, ja. meg nagyon fontos, hogy, hogy azt elemezzük, hogy honnan jön a pénz, hogy, hogy a, <laughs> a, <ilyen>. a basszus. <gül> <gül> meg a tőke, meg, meg hogy ki tart fönn, is milyen igen. 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 szóval az az egyik not ilyen alapvető elmélet, ez a mezőelmélet, és hogy, de hogy Nekem például úgy tűnik, hogy alapvetően ezen kicsit mint a túllépne már a kortás balos mm. kultúra kritika, nem? Tehát, hogy, hogy persze van ez a mezzelme, de hogy mintha egy részében az, az ugye nem szólna a művészet tartalmáról, csak a pozíciókról, és akkor még az szerintem, hogy arról mit gondolsz, hogy amikor tartalmi kritikát próbál kifejteni mm. valaki rendszerkritikusai baloldali, akkor az annak mik a módjai? Mármint úgy ért, vagy a, hogy, amikor a művészeti amikor egy termékekről... Amikor, termékek, amikor egy aha. esztétikai aha. rendszer van-e egyáltalán. Mm. Mm. Igen, ez amúgy egy ilyen nagyon jó kérdés szerintem, mert hogy így én alapvetően azt érzem, hogy ez így most kezd el újra tematizálódni, de lehet, hogy ez, ez amiatt van, mert hogy én azért nem annyira elég régen léptem bele így ebbe a közegbe, még egy egyetlen így, uh, egy ilyen els full első generációs értelmiségi vagyok, nem mindegy, szóval hogy ez az ilyen pozícióm. Azt kezd el újra tematizálódni, hogy így az ilyen fiatal, uh, nem tudom, ilyen kultúrakutatók, meg kritikusok így felülvizsgálják azt, hogy eddig így, milyen eszközöket adtak így a kezükbe, és például erre nekem egy ilyen nagyon jó példa, meg nagyon fontos a Sipos Balázsnak a Holmi kritikája, ami hát megjelent a Holmiról egy ilyen háromkötetes antológia. El hát és... tudod, hogy gyorsan mondani, hogy a Holmi az micsoda? Igen, persze, a Holmi az egy folyóirat volt, ami hát igazából az ilyen rendszerváltó irodalmi elitnek a nagyon fontos folyóirata, és 2014-ben lett a hiszem vége. Na és a Sipos Balázs nevű irodalomtörténész, doktorandusz, slash a Foster fordítva, a fordítója amúgy, jelenthetett meg erről egy olyan kritikát, amiben hát így azt elemzi, hogy milyen irodalmi pozícióból meg ilyen uh, értelmezésekkel nyúltak hozzá így a szövegekhez, és amúgy az egyik nagy kritikája az az, hogy uh, az a kritikusi elit, akik a Holmiba publikáltak, ők egy olyan pozíciót vettek föl, amiben a tartalmat, az irodalmi műveknek a tartalmát, azt arról úgy írtak, hogy szóval hogy ilyen teljesen reflektálatlanul arra, hogy nem csak így identitásból hogy európaiak és magyarok, stb. stb., stb. hanem arra, hogy, hogy így az irodalom elméleti apparátusra így reflektálatlanul. Tehát, hogy a Radnóti Sándor a, a iskolájára, iskolájaként van erre hivatkozva, hogy, a, hogy az irodalmelméleti ilyen szavakat, meg elméleteket, azokat nem visszük bele a kritikába. Uh -huh. És akkor azt mondja a Balázs, hogy ez alapján lesz egy olyan kritikai attitűd, ami lényegében a, a műveket úgy mutatja be, hogy, hogy így elfogyaszthatóak, meg hogy így nem kell arra reflektálni, hogy hogyha ennek a műnek nincsen narrativitása, ami azt jelenti, hogy így történetisége, akkor így, akkor így mi van, meg hogy akkor így hogyan tud hozzáállni a befogadó, hanem hogy ahol még kritikusai azok így azt csinálják, hogy hát akkor azokra így nem foglalkoznak azokkal az eszközökkel, hogyha valaki például nem használ a történetiséget a, a műveiben. Én itt kicsit meg visszamennék az ilyen gyakerekhez, mert hogy amit mondtatok, az az ilyen mező működése, meg maga az irodalomkritika, meg irodalomtudomány, mint disziplina, és ennek az ilyen kritikai vállalásai, az így úgy érzem, hogy csak egy szelete ennek a kérdésnek, és hogy maga a kultúra, mint a társadalmi létezés egy ilyen szf sajátságos szférája, az ennél sokkal nagyobb. És hogy így e e ide tartozik valójában az a dilemma, és amiről ugye az elején beszéltünk, hogy így ez a, ez a szféra, ez így elválasztódik popkultúrára és magas kultúrára, mm. eh, meg elválasztódik ilyen helyi kultúrákra, nem tudom, amiknek ilyen néprajzi leírását lehet adni, stb, stb. stb. vagy akár ilyen antropológiait. Itt azt hiszem, hogy az ilyen termelés oldaláról fognám meg a dolgot kicsit, hogy kicsinálja a kultúrát ezen, ezen az mm. ilyen szűken vett kultúra és mezőn kívül, mert mm. hogyha jól értem, akkor a kultúra és mező az pont inkább az ilyen magas kultúra termelésében ja, van jelen. De hogy ezen kívül valljuk be azért, hogy a kultúra a legnagyobb halmazát a popkultúra adja, meg ezek az ilyen mindennapi szokások. Mm attitűdök, amikre először nem is gondolánk kultúraként. Szóval, hogy eh, akkor beszéljünk kicsit erről, hogy így, hogy néz ki ez a nagy-nagy buborék, és hogy eh, hogy hol, hol helyezkedik el az, ami ami magas kultúra, hol helyezkedik az, ami popkultúra, és akkor majd az ilyen autentikus kultúrához lenne még kérdésem, de először ezt válaszoljuk szét, azt uh hiszem. -huh. Mit gondolsz erről, Eszter? Ez egy nagyon jó kérdés. felegazent, mert hogy én azt érzem, hogy így kevésbé van tematizálva nyilván a magas kultúrában azért, mert hogy az az ilyen, abból származik előnyük, hogy ne legyen tematizálva az, hogy mondjuk hogyan sajátítjuk ki akár a saját népi kultúránkat is így bizonyos célokra, vagy nem tudom. De hogy így eleve van az az ilyen, nem tudom, ilyen kulturális fordulat, amikor így az antropológia, meg így a szociológia is így elkezd így beleszólni abba, hogy akkor mi számít kultúrának, meg ilyesmi, és akkor ugye vannak ezek a megállapítások, hogy hát amúgy igen, hát így nem, nem, csak az, vagy hogy főleg nem az, amit, amit így egy adott akkor kanonikus, vagy ilyen főáramúnak számító nyelven megközegben termelünk, hanem így mindaz, ami így történik a többi, az összes többi más társadalmi osztályban, így azok az ilyen mondjuk politikai fordulatok, meg döntések hogyan hatnak rájuk, meg hogy ugye így eleve, nem tudom, így olyan népi kultúrák, amik akár így Magyarországon is így, nem tudom, így tök marginálisak, így a cigányságtól elkezdve, nem tudom, kisebbségi nyelveken állt, akkor azon keresztül, hogy ami szerintem egy ilyen borzasztó vicces dolog, hogy mondjuk a Janusz Pannoni úgy hivatkozunk, hogy magyar író, miközben így, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy így nem magyarország területén született, nem az volt az anyja nyelve, latinul írt, stb. stb. Tehát, hogy alapvetően a kultúráról az, hogy van egy ilyen fordulat, hogy próbálják beemelni a nem magas kulturális elemeket, yeah. de hogy ez, hogy nekem még mindig az a benyomásom, hogy azért ez egy ez egy folyamatban levő projekt, tehát ez még mindig igazából nehéz kicsit azt mondani, hogy te popkultúrát akarsz mondjuk például azokkal az eszközökkel elemezni, amiket amit magas kultúrára hoztak mm -hmm. létre. Mm -hmm. Igen, meg szerintem, hogy kevés lehetőség van rá, legalábbis nyilván az akadémiai barkeken belül mindenképpen. De hogyha mondjuk akarsz, nem tudom, popkulturális elemzéseket írni, akkor ezekre így megvannak az ilyen folyóiratok, meg uh -huh. ilyesmi. De hogy így általában én, én azt érzem, hogy az történik, hogy egy ilyen marginális, vagy ilyen kinézet, nem tudom, emberekkel válnak azok, akik mondjuk képregényekkel akarnak foglalkozni, vagy uh -huh. filmekkel, mármint, hogy és így filmekkel, nem úgy, mint hogy a világba publikálsz egy igen um, kimunkált eszét a Tarkovsky uh -huh. Zéland Tommy-re, hanem <laughs> hanem úgy, I hogy mondjuk, just <laughs> <három ennek. laughs> de hogy úgy, hogy mondjuk, ahogy a Mark Fischer csinálja uh -huh. ami erre szerintem egy nagyon jó példa, hogy most épp olvastam a kapitalista realizmust, és annyira király volt, hogy én nem kellett így megerőltetnem ahhoz nagyon magam amúgy, hogy megértsem azt, amit magyaráz, mert hogy viszonylag olyan nem tudom, filmek meg ilyen művek példáján keresztül így hozta az, az amúgy nagyon releváns ilyen filozófia meg melletti felvetéseit, amik már benne voltak a kulturális horizontomban, anélkül, hogy ezeket meg pluszba uh -huh. meg kellett volna hozzánéznem meg ilyesmi, mert hogy így vannak, vagy hogy nekem az az ilyen Elméletem, megtapasztaltam, hogy így vannak ezek az ilyen kulturális események, amiknek, hogyha már így megszületsz, és akkor így folyik az életen, nyilván különböző társadalmi osztályokban, meg így köztük, meg mit tudom én, de hogy így alapvetően így találkozol ilyen élményekkel, mint például, hogy utólag találkozol azzal, hogy a kacsa mesék ment a tévében, Igen. amikor a rendszerváltás, vagy. Ah, szóval, hogy így. Ja, és hogy ezek, ez szerintem egy ilyen tök a le, legalábbis nekem, ez, ez mindenképpen egy az ez egy az meghatározó pont a rendszer szempontjából. De akkor, hogy akkor a Mark Fisher, ez szerintem tök jó példa, de hogy van ilyen Magyarországon, aki ilyet csinálna, mint a Fisher egyébként, vagy hogy, mert hogy én azt látom, hogy egyébként nincs, és hogy valahogy ez nekem egy ilyen tök nagy hiányosság. Most tehát, hogy tök jó, hogy ekkor átment a kapitális de hogy valahol még jobb lenne, hogyha ha lenne mm -hmm. ilyen típusú marxista kritikája a magyar kulturális dolgoknak. Most, hogy így izé, még mielőtt válaszolom, hogy szerintem sokan foglalkoznak ilyen elemzésekkel, csak hogy pont úgy csinálják, ahogy említette az Eszter is, hogy próbálják a popkultúra elemzést bevinni magába az akadémiába. És a Fishernek ugye ez volt a... Vagy ez nem ezzel... az akadémiának írt. Igen, nem az akadémiának hanem, a... hanem blog, igen. blog bejegyzésekből van összerakva az a szöveg, vagy az a könyv, és ez egy nagyon jobb belépési küszöb különben akkor, hogyha így ezzel a témával szeretnél elkezdeni foglalkozni, és itt aki, hogy most megjelent magyarul. Szóval, hogy ilyen szvérákban ez a kritika nem nagyon van jelen, hanem megmarad ilyen akadémiai berkekben. Azt nem tudom, hogy van-e törekvés arra, hogy ez így kinyíljon és populárisabb legyen. Hát mondjuk szerintem az az érdekes, hogy alapvetően, ami Magyarországon most egy ilyen stratégia, szerintem amúgy a poszthumánnak az ilyen nagy yeah. ilyen menése, de hogy így annak is ilyen két ilyen tök különböző, vagy hát most így azt érzem, hogy már szinte ilyen táborra szakadása van így annak is abban, hogy, hogy milyen szövegeket, meg könyveket így állítanak elő, meg hogy így mi, miket tematizálnak egyáltalán ebben a diskurzusban, mert hogy ez ugye alapvetően az is egy ilyen ilyen marxista ilyen felszabadító ilyen dolgokból indul ki, mint a Donna Haraway-nek a kiborki átványa, ami amúgy ilyen tök feminista, és a, nem tudom, így sokat gondolkodtam, hogy ezeket vajon miért lehet egy olyan Úgyhogy így nyilván ennek is van egy ilyen irányzata, ami így azt részesíti előnyben, hogy akkor így, nem tudom, váljunk robotokká, és majd kimegyünk innomászkal az űrbe, meg mit tudom én. De hogy alapvetően én így nagyon így örülnék neki, meg így azokat a nem tudom, poszthumánnal foglalkozó szerzőket, mint például a Kiskata szoktam követni, akik alapvetően inkább ezt a kritikai részét tematizálják. Szóval például a Helikon folyóiratnak amúgy van egy posztumán száma, abban szerintem így elég jó, meg így vannak fordítva az ilyen alap posztumán szövegek, azt itt rá ajánlom. De, de ja, amúgy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az ilyen, nem tudom, kritikai, kulturális felület Magyarországon. Amúgy teljesen zárója, de hogy a, ugye megjelent a Prének, a Pré kiadóm vagy foly, nem tudom pontosan. ez a folyóirat is. Folyamira. Fel megjelent ez a posztumán kötet, a vonagábor csinált róla videót, hmm, ami közben, nem tudom, hazafelé uh -huh. tart, Budapestről egy autóban, igen, és én, ilyen autópálya pihenőben, így ott ül az autó, és így mondja, hogy ez, hogy ezt a kötetet, és így nagyon veszélyes. <laughs> és ilyen ember és élet ellenes ne, ne, ideológiákat terjesztenek. A... De miért veszélyes szerintem? Hát már nem emlékszem pontosan, mert így sokat nevettem közben, de hogy azért, mert ugye, mert ugye minden ilyen értéket, mint szabadság, egyenlőség, férfi, nő ezt, ezt az egész így ilyen nem tudom, próbálja így ledönteni ugye ez az ilyen klasszikus postmodern kritika uh -huh. de mindegy, de hogy mellette egy másik videóban meg így azt mondja, hogy az erkölcsításon konstrukció szó nem tudom miben lehet most a vona uh, útkeresésben út az úta fontos végül is nem a célra rájöhetett az Azt akartam menni kicsit oda, hogy beszéljünk arról, hogy a popkultúra az így elemezhető, meg hogy így nyilván egy olyan dolog, amit nem lehet kikerülni a mindennapi életben. Sőt, hogyha egy valaki kipróbálja kerülni, akkor mind akadémiailag, mind politikailag hát egy ilyen hihetetlen zsákutcába kerül. Viszont jó lenne arról is beszélni, hogy egy magának a popkultúrának akár történetileg milyen kapcsolata van, hmm. például a gazdasági rendszerhez, milyen kapcsolata van a politikai rendszerekhez, és hogy miért is létezik popkultúra, mm. és aztán szerintem tökéletesen beszélni a magyar kontextussal mm. kifejezettem, mert az így egy ilyen tök jó ilyen állatorvosi ló, mm. és azon végig lehet vinni azt, hogy a magas kultúra, popkultúra elválasztás az így történetileg hogy is alakult ki. Szóval, hogy ki csinálja a popkultúrát, kinek mm. csinálja, és miért? Mm. Ja, hát ez amúgy szerintem egy ilyen tök jó, ilyen az elemzés szempontjából az, hogy így történetileg ilyen viszonylag világosan látható az, hogy így miért lesz popkultúra így a második világháború után. Mert hogy így ugye jól léti államok, stb., stb. stb. És akkor így, nem tudom, 60-es évek, ilyen brit birodalmi, ilyen válság, de közben jön a Beatles, meg nem tudom mi, szóval, hogy így, na mind bocsánat, ezt most egy ilyen nagyon zanzásítva fogáltam össze, de hogy alapvetően így a, nem tudom, az ilyen 20. század második felének az ilyen jó léte az, ami így a popkultúrát kvázi megengedhetővé teszi, mert hogy így az történik, hogy alacsonyabb társadalmi rétegek is be tudnak kapcsolódni a kultúra termelésbe, azáltal, hogy így nem tudom, nem, nem azzal kell foglalkozniuk, hogy így nincs mit tenniük a háború közben megélnek. És ugye ez így Magyarországon is megtörténik, meg hogy egy ilyen nagyon fontos, feleg így a rendszerben egy ilyen nagyon fontos eszköz lesz az, hogy így állítsuk magunk mellé az értelmiséget, és akkor, hogy így a PM most részből is hogy akkor így 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 összefognak, vagy így össze tudnak fogni így a hatalommal, és akkor így meg megcsinálni ezt az ilyen konszenzust, ezt az ilyen neoliberális konszenzust, amire így azóta is ismerges vagyok erre a kedves kultúra eselitre. De... <tűző> Szerintem nem vagy egyedül. ez <tűző> <tűző> uh, vigyázzatok, már a király <tűző> uh, de hát ugye lehet, hogy Eszter, hogyha a tényekkel találkoznál. <tűző> És mm -hmm. akkor erre szerintem az, az, az első szintem, amit ilyen marxista kritika, ami így megjelenik, az talán egy frankfurti iskola, mm. nem? Tehát, hogy ott alapvetően, mm -hmm. és hogy erről én nem csak, hogy mit gondoltok, mert szerintem még mindig nagyon sok érvényes mondandójuk van, de azért ott az alappozíció az, az azt megérteni, hogy hogyan integrálódott a munkásosztály, az elvileg forradalmi osztály, hogyan integrálódott mm. a kapitalista rendbe. És akkor, hogy erről a popkultúra értelmezésről mit gondoltok, hogy hogy az alapvetően egy ilyen alapvetően a célja az az ideológia betöltése, és az az ideológia, ami pacifikálja hmm. a munkásosztályt osztálytodat esetben. Hmm. Én azt hiszem, hogy ez az alappozíció, amit így próbálnak megérteni igazából, yeah, hogy így nem igen. lett forradalom, Aha, és igen, akkor miért igen. nem, uh -huh. és akkor is szerintem ez a Nyilván az adornó meg a horkáim nagyon pessimisták ebben, Notom, mm. szerintem a Markúze mondjuk egy kicsit optimistább, hogy de hogy így lehet mégis találni olyan ellenkulturális dolgokat, amik újra föléleszthetik. Talán az adornóik azok, akik inkább szerintem azt mondják, hogy itt teljesen no, yeah. totális bekebelezés mm -hmm. történt. Mm -hmm. Csak így erre, most mm -hmm. ilyen nagyon vulgárisan voltam csak erre. Ja, mm -hmm. yeah, ez uh, igen, amúgy... Uh... Ja, szóval, hogy így az, az biztos, hogy ugye a Frankfurt iskolának így tök nagy szerepe van az ilyen, nem tudom, 68-as, nem tudom, ilyen tendenciákban, meg aztán így a 70-es években is, és, és ilyen tök helytállóak azok a megállapításaik, amikkel így, így a popkultúrát egy ilyen pacifikáló, nem tudom, tényezőnek elemzik szerintem, de hogy aztán... Szóval, hogy aztán így a 70-es, 80-es évek egyébként meg így kitermeli a maga ilyen ellenálló szubkultúráját, így Magyarországon is, és hogy, hogy ez szerintem egy ilyen tök más kérdés, hogy mondjuk így, nem tudom, Németországban, Franciaországban, meg Amerikában, ahol így a, a Frankfurt iskola abban az időszakban így nagy így mi történik azokban az időkben, meg hogy Magyarországon, mert hogy így Magyarországon alapvetően van egy ilyen baloldali reformer kulturális, meg más elit, akik így nem azt gondolják, hogy így, nem tudom, így a, a kapitalizmusnak kell itt több teret engedni, hanem így reformokat sürgetnek, stb. stb. És hogy azt szerintem nagyon érdekes, hogy ahogy ők szállnak át így a jobb oldali popkulturális termelésbe. Ahogy így, nem tudom, volt egy, tavaly volt egy kiállítás, aminek az volt a neve, hogy barát, át, és, és akkor ott, ott foglalkoztak két ilyen szubkulturális csoporttal, akik közül így az egyikük ilyen így vidékről, nem, már nem emlékszem, hogy honnan, de hogy így vidékről jöttek, meg ilyesmi, és akkor így ők lettek. Nem is volt. Nem emlékszem, én sok Ke pont is olyan. Keletmiország az Ankonyban. Mm, valószínűleg igen, de az Orfó volt a másik, meg mm. ilyen Budapesti... Igen, igen, és akkor ja, igen. így ez, ez az ellentét is így. Tökre érdekes, hogy így meg volt köztük, és aztán, hogy így um, még ott is, szóval, hogy így a kiállításra konkrétan a, a kurátorok így el is hívtak a szemorszponzáltakokat, és hogy így az, az nagyon érdekes volt, amikor például azzal így... Hát itt szembesültek egy kicsit a kiállítás kapcsán, hogy mondjuk a, a nők, hogy voltak kezelve így a csoportjaikon belül, meg ilyenek. Na de egy kicsit eltértem a témától. Nem, <laughs> ez a kizgő. Szerintem alapvetően egy ilyen igaz megállapítás az, hogy így pacifikál a popkultúra, de közben meg szerintem így kitermelhető belőle olyan potenciál, ami nem. mármint, hogy, hogy most már így annyi ideje van popkultúra, hogy most már így ennek az ilyen ellen nem tudom. Mm -hmm tendenciája, és szerintem itt a kitermelhető belőle. És hogy termelhető ki, szerintem? Nem, ne, ne most ez ilyen, lesz ez egy millió dolláros, dolláros kérdés, csak hogy ugye a popkultúrának, és ez sokszor az ilyen balda az alapja, hogy a popkultúra alapjában véve próbál rendszerkritikus lenni. Uh -huh. Tehát, hogyha megnézzük, és erről beszéltünk is még talán a végmarcióban egy nagyon-nagyon rövid ideig, hogy megnézzük a Wallit, t amikor ír a Fisher is, meg megnézzünk ilyen kortás filmeket, akkor van benne egy alapvető rendszerkritika, és ezekkel a filmek pont az. A Baj, hogy ez a rendszerkritika addig megy el, ameddig valójában csak így az ilyen érzést, mm, igen. A rendszer, meg a lázadás érzését így előteti benned, de hogy semmilyen alternatívát nem nyújt, hanem egy csak egyfajta ilyen, ilyen cinikus megnyugvást, hogy így, hát igen, ez van, ez szar de majd mit lehet tenni, mm. baszki. Hát ez szinte, mint hogyha meg lenne az ilyen kielégülésed, hogy megnézd ja, a vólit, és akkor így felszokd a lelkiismeretet, hogy hát igen, el fog pusztulni a Föld, mm. majd a kis vóli összeszedi a szemetet. De hogy ez... és, és akkor ezt szerintetek szintet, igaz az ilyen mer kritikus művészetre, is mondjuk, hogyha az ilyen, nem tudom, dénes, meg ja. krúgi, hmm. meg mit tudom én, hogy van egy ilyen, nem tudom, kritika, vagy egy ilyen kritikai kielégülésed, hogy hát igen, ez a neres, ilyen heteronormatív családkép, ez így full gáz. de hogy akkor erre is igaz, ez a kritika. Ez az ilyen klasszik hoffi dilemma, hogy ugye, hogy ja. ő egy szelep volt a rendszeren, és Igen. a DNS is egy szelep a rendszeren, és lehet, hogy még az NK is támogatja őket. Hogy így arra gondolsz, hogy akkor igazából ez is csak egy ilyen Nem tudok kérdezem, mert szerintem, vagy én nem tudom, de hogy végül is most ez egy rendszerkritikus, most mondjuk, hogy ért értve a rendszer alatt, hogy ez egy rendszerkritikus popkulturális mm. termék. Bizonyos szempontból mm. nem, a Dénes igazából olyan, hogy az őszak sokan hallgatják most már, és hogy így, meg a klub is. És akkor hogy ezekről hogy mit gondoltok például, hogy mm. akkor ez az a, hogy ez, hogy akkor végül van ilyen, csak mm. hogy, hogy mit várnál még tőle többet? Van, és nekem pont az a kérdésem, hogy ezre gondolsz, hogy a popkultúrán belül vannak ilyen lehetőségek, vagy nem, mert hogy, mm. hogy így, csak annyi, hogy, hogy szerintem ez pont az, amiről beszélünk a popkultúra, ilyen, de, ilyen pacifikáló, mm -hmm. meg domestikáló hatása van ezeknek valójában. Ez Igen. olyan, hogy hát, úgy érzem, tehát olyan, hogy, hogy Dénes nincsen a NER nélkül. Ez egy ilyen, hogyha megszűnne a NER, akkor megszűnne a Dénes is, viszont nem azért fog megszűnni a NER, mert van Dénes. Hanem... Hát azért még ezt nem tudjuk. Még, még nem tudjuk, igen, nem is akarok spekulálni, hogy <laughs> nem. szó Amun... hogy, szóval, hogy ez belátod a, a potenciát az ilyen fajta ilyen kezdeményezésekben, vagy termékekben? Hát, hogy meglepő, de azt fogom mondani, hogy nem. wow, <laughs> <laughs> nem, nem, láttam <laughs> szóval, én. Szóval, amúgy alapvetően azt gondolom, hogy így, hogy amúgy a kultúrának az ilyen a, legalábbis a a forradalmi kultúrának, vagy az ilyen rendszerváltoztató kultúrának így az az ilyen lényege, a részvételiség. Szóval az, hogy te csináld a kultúrát. Mert uh -huh. hogy a közösségtől érzed azt, hogy van egyáltalán egy olyan potenciál, hogy valami változni tud. Szóval ez szerintem egy ilyen iszonyat fontos ilyen, mármint, hogy, hogy én, én, most így tökre így abba vagyok, hogy hát hogy így intézményeket kell építeni, meg befoglalni, meg platformokat csinálni, mert hogy csak akkor fog tudni valami változni, hogyha így azt érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik cselekszünk és változtatunk, és nem akkor, hogyha nem tudom, Spotify-on így folyasztunk, nem. mert hogy az így ugyanúgy egy olyan platformról fogadjuk be a rendszerkritikus rendszerkritikus zenét, ami így közben, nem tudom, így eltörli azt, hogy akkor most csináljunk valamit. Uh -huh. És akkor szerinted az, szóval, hogy például a, a Nára szemben akkor végülis most még ez egy ilyen hiányosság, nem? Vagy hogy hogy így azon so, sok kritika szól arról, hogy tudom, mi történik a Petőfi Múzeummal, mi történik a uh -huh. Yeah. Mit tudom, különböző intézményekkel, de hogy nincs még, vagy hogy most még úgy látod, hogy nincs megfelelő alternatíva, és hogy ezt mm -hmm. azon kéne dolgozni igazából. Tehát, hogyha ha ezt ha előveszük ezt a kultúra témát, amire utalt mm -hmm. a Dávid, hogy nem biztos, hogy folyamatosan a, csak a anárkikát kéne hozni, hanem akkor ilyen különálló dolgokat építeni. Igen, alapvetően szerintem a különálló dolgoknak az építése annak kritikán kívül, azért is nagyon jó, mert hogy ez egy ilyen megtartó háló valójában azoknak, akik a kultúra szereplői, mert hogy így, nem tudom, az ilyen rendszerváltó politikai költészet, az például teljesen rámegy arra, hogy rendszerváltó politikai költészet, és hogy utána ezeknek az embereknek nincs mivel megélniük, nincs hol publikálniuk, így nem tudom, így teljesen át vannak így szabva az ilyen irodalomtörténeti mm. ilyen határok, hogy akkor most így akinek a költészetéről lehet beszélni, teljesen megváltozik ez az egész és nem tudom, így hány Petri verset olvastatok középiskolába, nem, mint egy jó, én nyilván nem egy kötelezőként de. egyet sem. Ja, én, én, én kö nem kötelezőként sem. <laughs> Úgy nem kötelező De, <laughs> de, hogy de hogy hogy majd így... Lepóltol, jó. Amelyom, okay. De hogy így... Oké. De hogy így... ezt kell, hogy fog. <laughs> Bocs, mondd, folytasd. Szóval, itt a lényegesnek tartanám, Aha. hogy hogy ne csak arra menjen el így a generációnknak az erőforrása, hogy, hogy amúgy, nem tudom, megcsináljuk az új közéleti költészetet, aztán így, így jó lesz, mert hogy így, lesznek tematizálva ezek a dolgok, meg hogy erről egy diskurzus, mint most ö, én így úgy érzek, hogy ittak sokáig így, nem tudom, így ö, hiányoltak, így akár így az irodalman belül is, de hogy közben ennek így, így nem, nem szabad, így nem tudom, így emberek karrierjének arra rámenni, hogy akkor most lebontjuk a nert, de utána nincs esztetikai alternatíva, vagy nincs, nem tudom, ilyen más beszéd lehetőség, vagy más másfajta beszédforma, mert hogy így az is ilyen, tök, szóval hogy azt is gyakorlatilag a nerdiskurzusa irányítja, hogy mondjuk az ellenzék, hogy beszél a politikáról, vagy hogy beszél a közéletről, Köszönöm. vagy hogy mi, hogy szólunk meg a közéletbe. Szóval ez az egész, nem tudom, mostani ilyen Tóth Krisztina ügy, ez így annyira ilyen szimptomatikus, meg így annyira annyira rossz. És mondjuk, és... mondjuk el az erőden, hogy nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy elmeséled ezt. Ja, hogy szóval yeah, az a sztori. Yeah, so <laughs> hogy a, hogy a Todd Christian nevű írót e, meg, volták, és akkor azt mondta, hogy ő például a kötelező olvasmányok közül így nem biztos, hogy így olvastatná így az aranyembert, az ilyen nemi szerepei miatt, és akkor ez így úgy interpretálódott, meg így eszkalálódott a médiába, hogy hát így akkor az aranyembert, meg így, mit tudom én, amikor ez egy írónak az ilyen, nem tudom, véleménye volt, a kötelező olvasmányok egyébként is ilyen nagyon, nem tudom, vitat ott ilyen intézményéről, de eleve ez az ilyen, nem tudom, kánonképzős problémakör, ez, ez egy ilyen olyan delikát, meg hogy így mindig így nagyon vicces, hogy az irodalom az így azáltal jön vissza mindig a közeleti diskurzusba, hogy valaki fel akarja borítani a nagy kánont. Igen. Nekem amúgy abban az, a, az az érdekes, hogy hogy ez nem is kell, hogy nem tudom, én is lehet, hogy kívánném az aranyembert egyébként, de hogy hogy az valahogy ilyen furcsának hatott nekem is, hogy itt tényleg azt akarjuk-e mondani, hogy, e, hogy ezen most így lépünk-e be ebbe a kultúrkampba, hogy a NER mondjuk azt mondja, hogy igen, hogy női férfi szerepek nagyon elválasztva, nagyon zé, és akkor erre így ez az ellenkultúra, hogy azt mondjuk, hogy szerintem meg ezeket nem kéne tolni, tehát, hogy valahogy azt hiszem, hogy ez igen, amit igazából csak egy jó illusztráció valóban annak, amit mondtál, hogy kicsit kiszolgálja ezt, és, és csak hergel igazából az embereket a már meglévő véleményekben, miközben a kötelező olvasmányokról, jókairól, mit tudom én, sokkal, nem tudom, izgalmasabban is lehetne ja, persze. beszélni. Persze, meg egyáltalán az, hogy így nem az van, hogy nem tudom, vagy hogy, hogy nekem mondjuk az a véleményem, hogy így nem mondjuk így egyes dolgokat kivenni kell, mondjuk így a kötelező olvasmány listából, hanem mert hogy így az aranyemről anélkül is hallani fognak így a ja. diákok, hogy így elolvasnák, és hogy így arról kell beszélni, hogy ez miért nem, ja, ja. nem tudom, a valóságos, következés. igen. Ja. ez is fontos Azért fontos ez a téma szerintem, mert például a két világháború közötti osztrákok is azt mondták, osztrák marxisták is azt mondták, nem minden osztrák marxisták, ezt előre engem ki kell jelenteni. És uh, híre... marxista, osztrák. Ismerek egy osztrákot, aki nagyon nem volt marxista. Uh... csak hogy a Hitler nevés elhangozom szóval ebben a beszélgetésben de hogy az, az volt a szlogen, hogy az osztályharc, az kultúrharc. És hogy ennek megfelelően nem csak az osztrák marxista mozgalom, hanem az, az összes kontinentális és angol száz marxista mozgalom is nagyobb hangsúlyt fektetett kultúrás intézményekre, meg különböző sportintézményekre, stb. stb. ami a szabadidővel kapcsolatos dolgokat tematizálta, meg ilyesmi is, hogy Azért érdekes számomra ez a kérdés, mert hogy itt ez úgy jelent meg a két világháború között, és különben záruljából tök érdekes, hogy az adornóik akkor írják meg a kritikát, ami az az olyan időben, amit most mi kb. ilyen osztalikusnak tekintik, hogy úristen, micsoda, yeah. ízék, munkás kultúra volt. Azért, azért érdekes ezekben az intézményépítésekben gondolkozni. mert hogy nem tudom, hogy mi az a fajta, hogy hogyan jelenik meg, vagy mit jelent pontosan az autentikus, népi, vagy úgy tetszik, munkás kultúra. Mm. Mert okay hogyha elveszük az egész popkultúrát azon az alapon, hogy az a popkultúra csak a kapitalizmus ideológiája, akkor nem tudom, mi marad. Mm -hmm. És hogy nem tudom, hogy az, ami marad, arra lehet-e egyáltalán ilyen intézményeket építeni. És hogy ezzel az állítással nyilván együtt jön az is, hogy a popkultúra, azt lehet mondani úgy, hogy az, abban megjelenik tényleg valamennyire a mai napig is ez a kultúra termelés demokratizálódása, vagy nem. Mm -hmm. Vagy hogy mi, milyen ez az egész, hogyan lehet egy egyáltalán... Itt ja, az a TikTokról ezt Na jó, akkor most így elkezdtem az elejére, mert a, ehhez jó, az ilyen... nem. <laughs> ilyen né népi, uh, autentikus, meg munkás kultúrához is ilyen tök sok gondoltam. van. Szóval, hogy eleve az nagyon érdekes, hogy ilyen népi kultúrát, így nem tudom, így hogy hogy kezdte el interpretálni mondjuk a, a táncház mozgalom, uh -huh. mert hogy így, uh, hogy nem tudom, így most szembesültem azzal szintén egy ilyen kiállítás kapcsán, amit a Trap Dominika csinált tavaly a trafóban, és az volt a cím, hogy ne tegyétek rám, és hát lényegében így a nőiséget így reprezentált egy a paraszti kultúrán belül, és volt egy olyan kiállítási tárgy, vagy hát egy videó, ahol a táncműről egy lány táncolt legényest és ez egy ilyen nagyon, nagyon volt, hogy így elmondja a videóban, hogy így e, a botrány volt, így nem tudom, a táncházban, hogy így e, ő ott így vált így legényesezni, meg ilyenek. Szóval, hogy eleve ez az interpretáció, hogy akkor nem tudom, így azért vannak, vagy hogy így azért így jobb nem tudom, autentikusak a férfi-női szerepek, mert hogy mondjuk a paraszti kultúrában is úgy volt, hogy akkor így ezek így csináltak a parasztok, mit tudom én, de hogy így Fogalmunk sincs róla, hogy így csinálták-e egyrészt, másrészt meg egy kicsit így, nem tudom, így a munkamegosztásból egyébként így arra következtethetünk, hogy amúgy nem is ilyen férfinői szerepek voltak, mert hogy így mindkettejüknek így sokkal másabbakat kellett csinálni a férfiak. Sokkal több időt voltak otthon, stb. stb. Ez az ilyen pozícióvakság talán, hogy így, ahogy így ránézzünk a munkás kultúrára, meg a, meg a népi kultúrára, hogy akkor ezek most elveszett jók, amiket vissza uh -huh. kell hozni, vagy hogy így autentikusan kell őket újra játszani. A táncházban olyan ruhákat kell viselni, nem tudom. És itt tökre nem ez van. És á, nem tudom, ilyen elég, elég vicces az, hogy így a, a táncházakban is, nem tudom, így mindennapi ruhában vannak az emberek, és nyilván nem tudom, a, a állami népi együttes föltözik viseletekbe, meg mit tudom én. Ja, de hogy így, így van, van egy ilyen teljes ilyen reflektálatlanság arra, hogy amúgy mostani mindennapi ruháinkban táncoljuk ezeket a táncokat, meg nem tudom. És hogy így kicsit így a popkultúráról, és amúgy így azt gondolom, hogy hát, hogy így benne élünk, és hogy ahhoz, hogy így megváltoztassuk a logikáját, így nem valószínűleg nem elvetni kell, meg nem így azt mondani, hogy akkor nem tudom, nem nézünk több hollywoodi filmet, meg ilyenek, hanem hogy nyilván ott is így belülről fúrni a rendszert, már mint hogy így kicsit egy ilyen, ilyen gréberi módon, mint a nem tudom, így a Wall az elfoglalása, hogy hát így, így kvázi Hollywoodot, meg, meg így nem tudom, így a könyvpiacokat is így be kell foglalni ezen a módon, ahogy így erre mondjuk a vannak ilyen ellentendenciák is, mint nem tudom, ahogy így a H. János megírja a, a, az ilyen irodalomtörténetnek apostrofát, ilyen hát popkulturális művét lényegében, csak hogy így a sajnos pont a, a másik pólust erősítette már, mint azt, hogy ugyancsak egy ilyen zárt kánont képzett meg így azzal is, és így nem azt mondta, hogy ja, amúgy még egy csomó szerző van, akikről mondjuk ez meg ez politikai, meg emlékezett politikai ok miatt nem beszélünk. És hogy így szerintem így a popkultúrában is így lényegében ezt kell megcsinálnunk, hogy így van egy csomó kitermelt filmünk, zenénk, stb. stb. És hogy egyszerűen meg kell változtatni azt, hogy ezeket fogyasztjuk, hogy milyen platformokon keresztül, meg hogy így kiknek van ehhez hozzáférése, meg bejutása. és nem csak úgy, hogy nem tudom, akkor most a, csak azok nevezhetnek az oszkára, akiknek szerepel legalább egy, én nem tudom, fekete szereplő, vagy nem tudom, például, amit most ne a felháborodtam, az amúgy a Bridgerton című volt. Nem, nem én, láttam, én láttam, oh, most <laughs> Én a Sőt, Kesszön, sőt még a könyvben is elolvastam két fejezetet. Mi ez Bridgeton? Bridgeton. Igen. Bridgeton. Igen. És ez mit? Mert mesélje ezt. Meg. Ahol így, az az ilyen keretezés eleve, hogy hát a, a feketék amúgy lehetnek, nem tudom. Ez én Regency Period, nem tudom. Igen, Igen. magyarul. De uh, as évek Igen. második fel. Az a viktorian és Britannia. Nagy-Britannia. Hát, na mindegy, de hogy ezzel az egy kis Jesse period, és, uh -huh. és ott játszódik ez a sorozat, a nyugat-londoni elit. Uh -huh. uh, Igen. Van. Aminek az ilyen nagyújítása, hogy hát már a britek, vagy a britek, a feketék is tartozhatnak ehhez az elithez, mert hogy a király, beleszeretett egy más bőrszínű királynőbe, és akkor emiatt így a feketék Igen. is felemelkedhettek az arisztokráciába, és így... Ez nagyon basszantó szerintem, tehát hogy az, a, az, az, az szerintem teljesen jó, hogy legyenek uh, fekete szereplők, legyenek kisebbségi tartozó szereplők, de az, hogy ahelyett, hogy egy ilyen anakronisztikus ilyen pubkulturális termékként kezelné csak ezt, önmagát is, ahelyett így beleszuszakolják ezt az ilyen fasságot, tényleg, hogy attól, hogy egy király beleszeret egy ö, korábbi szolgába, vagy valami ilyesmi, ez megoldotta varázsütésre a rasszizmust. <laughs> és akkor ez, a, ez van így elmesélve a Helyett szerintem sokkal jobb lett volna, ha csak nincs róla szó. Ha csak simán, anakronisztikusan az elitben vannak fekete szereplők is, és kész. Amúgy tök vízes, ugye nem tudom, 30, 40, 50 évvel ezelőtt ugyanezek a sztorik játszottak le, csak munkás lányokkal. Hogy itt igazából az asztalharcnak nincs értelme, teljesen felesleges verni az asztalt, mit tudom, én a munkásságnak. Hát a király a herceg beleszeretett egy munkás lányba, milyen boldogok egymással. Nem. Szóval, hogy így <laughs> próbálja régenben a popkultúra, így próbálta így pacifikálni az éppen aktuális, nem tudom, forradalmi szubjektum. <laughs> szóval ez ilyen visszatérő motívum. Nekem még van egy téma, amiről kell hogy hogy így miért válik a kultúra ennyire a terepévé egyébként a politikának. Tehát, hogy, és ezt mind abban az értelemben, hogy mondjuk a kultúrmarxizmussal való riogatás, <laughs> az egy ilyen klasszikus, most már, hogy ez így mit jelent, meg akkor erről beszélünk is, hogy ez igen. Mm -hmm. Meg, hogy egyébként is magában, a, akár a nerem belül is, ugye, ez az egyik legtöbbet nem tudom, kontesztált ilyen terület, mm -hmm. hogy erről mit mond, hogy mi, mi, történt, mi, mi történt, vagy mi, miért, miért ez van most. A kultúrmarxizmus az röviden, hogy követve ezeket az ilyen altrájtos, főleg amerikai és kanadai megmondó emberek munkásságát, így a kultúrmarxizmus az csak az konkrétan a kapitalista popkultúrának a definíciója, ezekben a, meg az ilyen posztmodern kultúrának a definíciója, ami így annyira ellentmondásos, hogy így elképesztő, és a Puzsia Robert is különben ezekbe az ellentmondásokba állandóan belásik. Mm. Már nem olyan meglepő, csak De hogy ezt sem így, Hát, hogy azt hívják kultúrmarxizmusnak, például a Jordan Peterson, meg ilyen youtuberek, akik a Trumphoz vagy az Althrejszhoz kapcsolódnak, amit mi gyakorlatilag fogyasztói kultúrának hívunk, és az ilyen, amiknek ilyen anomáliái vannak, hogy így valahogy a gendert, meg a rassz kérdést próbálják úgy feldolgozni, hogy egyszer pacifikálják, és yeah. különben így, nem tudom, termékesítjék mm. és mm -hmm. tehát így komodifikálják ezt a fajta kultúrát. Ezt hívják ők kultúrmarxizmusnak, aminek semmi köze nincs a marxizmushoz, semmi köze nincs valójában a kultúrához sem, inkább ilyen ideológiai, propagandaszerű dolgok. De hogy ez azért érdekes kérdés itthon, Amiről itt eddig keveset beszéltünk, de hogy ugye itthon a, nem tudom, egy ilyen a káderrendszer kicsit ilyen heterogénebb, de hogy amúgy sok szempontból a konzervatív, magas kultúra fókusza után, ugye mm. a 90-esekben ugye berobban a, a fogyasztói oh, kultúra igen. és a kultúra és a kapitalizmus, olyan burcsa abszurditásokkal, mint a pornó a hirtelen népszerűsége, amiről most a replika új számában sokat olvashattok, és hogy Magyarországon is úgy érzem, hogy a NER, ezzel a fajta 90-es-2000-es évek nagyon-nagyon nyugatos popkultúrájával szemben határozza meg magát, és veszi elő ezeket a népi kereszténynek nevezhető motivumokat. Mm. És ezzel szemben lenne szerintem érdekes az, hogy tényleg ezzel szemben mit lehet csinálni, úgy, hogyha nem akarunk visszatérni ehhez, a, ehhez az ilyen 90-es-2000-es mm. évek pozícióvak kritikájához. Most ez, ez inkább egy komment volt, mint vagy egy ilyen kiegészítés kérdés, de akkor visszadom a szót eszten, hogy erről mit gondolsz, hogy jelenik meg a NER, és Magyarországon mm. ez az ilyen kritikai rész is, hogy a ner szemben, ha jól értem, ez volt az eredeti kérdés. Hát meg a kultúrmaximussal, tehát, hogy most, igen. Tehát, mm. hogy tehát, a... miért, miért ekkor a területes? Igen. Aha. Hát amúgy szerintem egy tök érdekes az, az, az hogy, hogy ugye eleve az van, hogy ja, a kapitalizmusnak így, hogy minden, ami nem termel így profitot, meg így nem hajtja a gazdaságot, az gyakorlatilag felesleges, de hogy így de hogy így rá kell jönniük arra, hogy, hogy a kultúrát nem lehet kidobni hanem meg kell ideologizálni annak megfelelően, amilyen rendszert építeni akarunk, mert ez adja a közösséget, ez adja az embereknek a tudatát, azt, hogy mihez kapcsolódnak, hogy mit tartanak fontosnak, stb. stb. És ez szerintem a, a nárnek az ilyen nagy rászállása a kultúrára, hogy, hogy egy ilyen rendszer alátámasztó ilyen, nem tudom, egység, és, és ezért jönnek létre az ilyen, nem tudom, túltalások, mármint, hogy úgy értve túltalások, hogy az ilyen ironikus túltalások, mint a hungarofuturizmus, meg ezek az ilyen dolgok, amik így ezt a keresztény népi motivumokat így figurázzák ki, és ami meg nagyon érdekes, hogy ugye legutóbb ez a, ez a pozsonyi csatafilm is amúgy szintén olyan, mint hogyha kb. amúgy a hungarú futuristák csinálták volna. Tehát, hogy az, rendszer így a, a rendszer saját magát. Ja, szóval, hogy, hogy, hogy ugye nyilván a kultúra az annak ellenére is egy tök meghatározó terület lesz, hogy, hogy alapvetően így nem tudom, a kétségi kapitalizmus logikájában amúgy nem lenne rá le szükség, vagy hogy így Uh -huh. mm. És mi volt a Ahogy, ne, Ahogy nekem az az ilyen hogy egyrészt azt is így szoktuk mondani, hogy, a, hogy a alapvetően bajunk van az, a, mondjuk rendszeket baloldaliként hogy kultúra a kultúrán keresztül tematizálódnak szociális kérdések esetben. Tehát mint én például, amikor a Vince vitatkoztam, akkor nem emlékszem, hogy így ezt próbáltam rajta számon kérni, hogy az Isztambul egyezménynek semmi köze nincsen a genderhez olyan módon, ahogy a Fidesz mondja, ezt egy kultúrharccal elterelik a figyelmet a valódi problémáról, ami a nőkeleni erőszak, stb. stb. De hogy ez, ez, most csak érdekes, amit mondasz, hogy bizonyos szempontból ez egy limitált pozíció, amit én itt felvettem, mert közben meg nyilvánvalóan minden kultúra bizonyos szempontból, és hogy igenis muszáj belemennünk valahogy a kultúrharcba is, csak akkor az nem biztos, hogy az lesz. Nem biztos, hogy a kell, mm. hanem alternatív dolgok ebbe valamennyire most így elgondolkodtam én is, meg ebbe, meg ebbe. most látok egy ilyen dolgoz, amit ki kell nekem is találni, hogy így ezt nem lehet, és hogy, és hogy még a kulturális meg még azért izgalmas, mert hogy így bizonyos szempontból, hogy az azért ez létezik, amit így le akarnak írni, hogy, hogy a baloldali kritika eltolódik ilyen, nem tudom, a felépítményhez tartozó dolgok felé, de hogy, azt hiszem a, az izgalmas benne az az, hogy az mennyiben lesz, mennyi, mert hogy mennyiben egy esztétikai kritika, és mennyiben erről az ilyen intézményes részéről szól. Ami mondasz nekem ebből, az nagyon izgalmas, hogy, hogy ezeket kombinálni kellene tudjuk, hogy egyrészt, hogy összefügg, hogy, abból, hogy milyen hmm. intézményeink vannak, abból kihullik egy bizonyos esztetikai nyelvezet, és amikor szerintem például így akár ilyen új jobboldaliak a kultúrmarxizmussal riogatnak, akkor ők is mindkettőtől félnek igazából. Tehát, hogy féltik az intézményeiket. Ja, meg van egy, van egy ilyen igen, van egy ilyen esztétikai lenézzése is talán a nem hagyományos a művészeti termelésnek. Abszolút, abszolút. Hát az, hogy eleve az nagyon-nagyon az érdekes szerintem, hogy, hogy mondjuk a mostani hagyományos, már egyébként nagyon idős, rendszerváltáskoli riba, liberális ö, értelmiségi elit, akik így kultúrát termelnek, ők azért hangsúlyozzák szerintem annyira a művészetnek az autonómiáját, uh -huh. mert hogy így mindkét fajta kritikától féltik. És hogy így, és hogy, és hogy, nagyon rossz, hogy közben meg az van, hogy ez a fajta hozzáállás nem tud azzal mit kezdeni, ahogy most a, a ner rászáll a művészetre, mert hogy mindössze annyit tud mondani ez a művészet autonómiáját propagáló liberális felfogás, hogy hát igen, hát hogy izé kényelmi pozíciókán a művészeknek, meg hogy így hadd írjanak arról, amiről szeretnének, de hogy nem arról írnak, amiről szeretnének, ami, hanem ami történik körülöttük. Tehát, hogy... Ez elég az ilyen tudományos részre is, hogy a, még most mielőtt be, beszélgetni a Dávid Belinkát az egyetemek befoglalásáról szóló cikket, és hogy szerintem is ez is tökre rímel rá, hogy hogy a válasz az így nem lehet, az hogy valami visszatérés, valami ja. olyan, ja. A, akár művészeti, akár tudományos, ilyen liberális autonómia, ethosz, az így nem lehet visszatérni ebből. Az ez egész visszatérés diskurzus engem így végtelenül felbasz. <laughs> vagy hogy, Tehát, hogy így, Vagy nem tudom, lehet, hogy ezeknek az embereknek tényleg egy mandinát kéne olvasniuk, vagy jobbik beszédeket hallgatniuk, meg ilyesmi. De hogy nagy részt a NER pont azért jött létre, mert ez a művészeti, kulturális, politikai, gazdasági, tudományos elit. Nem tudod kielégítő lenni Egyáltalán számukra. nem. Igen. És hogy így erről, ó, tényleg a TGM, hogy most megint megemlítsük, ugye vannak a szegény náci gyermekeink című írása még a 2008-ból talán, és ő ott feszegeti ezt a kérdést, és akkor így nem tudom, ez a, ez a, ez a cikk így nagyot menés sokat így visszatekingetnek rá, bár inkább egyfajta ilyen önmarcangolás, mint valós alternatíva keresés kiinduló pontjaként. És hogy ez a nehéz szerintem, mert hogyha például, most egy másik példa, hogy volt a Vignyánszkinek azért egy pályázata az mm. SZFE kuratórium elnökségéért. És hogy abban a pályázatban, és erről is volt talán egy mércírás, ez a pályázat nagyon rímel a kedrendszerbeli Ilyen népi művészeti attitűdre, hogy itt ki a csatornákat a vidéki fiatalság és nem értelmiség, hanem munkásosztály felé, stb. Mm -hmm. stb. Csak nyilván ez az egész le volt szűkítve azokra az emberekre, akik a magyar új nacionalizmusból indulnak, stb. Többi, stb. Tehát itt van egy ilyen furcsa pozíció, hogy ez a kettő egymással hadakozik, és hogy baloldaliként úgy érzem, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy mi csak erre szemben határozunk meg munkat, ja. mert akkor rögtön oda kerülünk arra az oldalra, amivel szemben szintén meghatározunk munkat. Mm. És számomra az a kérdés, hogy hogyan lehet felvenni egy harmadik pozíciót. Mm. Ahogy most a, a TGN cikkerebeszélte, egy azon gondolkodtam, hogy így az jutott ez eszembe, hogy hogy, hogy, ez végül is ennek az ilyen gondolata nem, hogy, vagy hogy, hogy, nekem így legalábbis az jön le belőle, hogy valójában ennek a, nem tudom, megint csak liberális értelmiségnek így az az ilyen igen nagy bűne amúgy, hogy, hogy hát így hagyja ezeket az embereket, hogy így nem tudom, hogy így tényleg ne férjenek hozzá úgy a kultúrához, meg hogy így egy ilyen, olyan távolságot képez, hogy hát igen, majd, hogyha eljössz az egyetemre, és első generációs egyetemisége lesz, és blablabla, akkor lesz belépésed a kultúrába. Mm -hmm. És hogy így ez az, ami, ami aztán nem lesz kielégítő, amiből jön a, a Fidesznek a fordulása, a jobbik, stb. 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 És hogy így szerintem ez az, ami, ami egyébként egy ilyen nagyon jó, ilyen revidálhatósággal így ö, jó lenne így kezdeni, hogy mondjuk így azt megnézni, hogy mit tudom én, akiket most a nagy, nem tudom, alap nacionalizmus felé ilyen irányuló nem költöknek, vagy ilyen kultúrátermelőknek itt tartunk, akik így benne vannak a kánomba, hogy arany meg petőfi, hogy na, hogy így, akkor így azokkal mi van. Mert hogy én így emlékszem, hogy így, vagy így, így az egyetemen is így azt hittem, hogy amúgy így unalmasak, és így nem akarok velük foglalkozni, mert nacionalisták, mert úgy tudom én. De aztán így kiderült, hogy, hogy ez persze nem igaz, ahogy így az egyik kedvenc ilyen irodalomtörténészem, a Milbohár Robert úgy fejezi ezt ki, hogy, hogy hát, hogy így van az emlékezett balzsama, amivel így bevonják ezeket a szerzőket, és így, <laughs> és, na és hogy, nem tudom, hogy így az az ilyen felfedezés, amikor így rájövök arra, hogy nem tudom, így Aranynak az ilyen kései versei hogyha azokat olvasuk, akkor így tökre látjuk, hogy így nem tudom, így a nyugat nem a semmiből jön, addig nem a semmiből jön, hanem nem tudom, Arany Jánosnak az ilyen 1890-es évek verseiből, amit mindenki leszal <laughs> de Ja uh -huh. ja, szóval így szerintem e, e, először egy ilyen nem tudom, így a nacionalizmusnak, meg így ezeknek a, az ilyen jobb oldali ideológiáknak az ilyen, nem tudom, nem az, hogy kevülünk le ölelésével, de hogy egy olyan felülvizsgálatával kell kezdeni, hogy hogy hát ez így nem, nem arról szól, hogy akkor most a, a baloldal is jól megkultúrkan fajja a jobb <laughs> hanem, hogy így mélyen foglalkozik igen, el vele, igen. Szerintem ez egy jó konklúzió, <laughs> azt hiszem, hogyha nincs <gül> <Máskor>. <gül> nem, szerintem is meg még meg az a szembe, hogy bizonyos szempontból, amiről ugye mi beszélünk, az még nem is tudta kinőni magát, nem? Tehát, De. hogy az a generáció, aki az első neres tanrendeken át verekedi magát, és akik, le, akik lehet, hogy emiatt egy más pozícióban fognak tudni erre reflektálni, mert hogy nem, nem a 30-as, meg késő 20-asokhoz tartoznak, akik már csak kívülről látják, hogy átírják a tanrendet, a kánont, hmm. stb. Hogy engem az még így nagyon izgatni fog, hogy milyen, nem tudom, művészeti dolgok jönnek ki abból, a, ami kicsit így mondjuk az én generációm, akik már itt pont Igen. még iskolában voltak, vagy gimiben Egyetemen, amikor ez, ez a Igen. kurzusváltás lett. Hát <laughs> ők az Orbán rendszer valódi gyermek. Igen, de. erre kíváncsi, mert hogy szerintem ebben van a potenciál, hogy, jen, hogy jen. Ők, ők nem fognak tudni visszatérni valamihez előtte, mert abban abba nem szocializálódtak. Lehet, hogy vannak és a nárnak meg nyilván mm. valamiféle úgyhogy ez szerintem egy ilyen dolog. Igen. Ami... Tudom, hogyha lehet, akkor meg ilyen példának így olyan a kis a végére köteteket. Mindenképp. <laughs> Szuper. <laughs> szóval azt mondtam, most ilyen az én most induló költőgenerációból a Bíró Krisztián, a Vida Kamilla, meg a Kála Jessennek a kötetei, azok nagyon jó példái ennek, hogy, 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 vajon hogyan fog elindulni ez a, ez a művészeti generáció, úgyhogy ajánlom őket szeretett a olvasásra. Ja, a Kamillái, az csak most fog megjelenni, de Nézzétek meg! Április 11, Kamila, Na podcastunk hát... jó barátja. <laughs> Lehet, hogy tőle, róla és vele is hallgatni fogtok még minket. Igen. Hát bízunk a fiatalságban. <gül> <gül> ja. Akkor nagyon, köszi. Igen, nagyon, nagyon köszi én, én nagyon sokat tanultam Én nekem ez a téma, ami eléggé kívül van a a napi van, azt mondom, hogy sokat tanultam. Igen. Igen, hasonlóan én is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Te pedig köszönöm, hogy hallgatotok minket. Az elején már elmondtuk, de hát elmondjuk, mondjuk még egyszer. Még egyszer. Kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, a belépési küszöbb néven hallgató oldalainkon. Valamint, hogyha kommentetek, kérdésetek, kritikátok, vagy meglátásaitok vannak, akkor még írni tudtok nekünk a belépési küzdőkukat gmail.com-on is. Igen, és nagyon köszönjük a Partizának, hogy csinálhatjuk ezt az adást, meg ezt a műsort, úgyhogy ha tehetitek, szálljátok be a Partizán közösségi finanszírozásába a Patreon felületén, itt extra tartalmakat is találtok és ezután is nagyon köszönjük mindenkinek, aki ebben segít, és hát két hét múlva találkozunk